Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal az Illuminati üzenetekben az Alkotó című filmről lesz szó. Igyekezni fogok bemutatni mindazt, amit én felfedeztem. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Említettem már számos alkalommal, hogy jelen állás szerint mindazok, akik uralják és irányítják a világot, illetve az ellenség a háttérből, már nem is igen igyekeznek titkolni, hogy mi is az igazság, hanem elmondják azt nyíltan. Szerintem biztosak abban, hogy elérték a céljukat, és nem kell aggódniuk, ez az egyik, a másik pedig, hogy az emberiség olyan értelmi szintre süllyed, hogy még azt sem tudja felfogni, ami ott van a szeme előtt. Túl azon, hogy a legjobb módja annak, hogy elrejtsünk valamit, és leghatékonyabb módja az az, hogy oda tegyük az emberek szeme elé, ahol legkevésbé számítanak arra. Tehát csupán ennyi az egész? Elég, ha álhíreket terjeszt az interneten? Talán. Mindezek együttállása látható és tapasztalható ezzel a filmmel kapcsolatban. Maga a film egyébként The Creator angolul, ami bár lehet alkotó is, szabadon fordítva, de inkább a teremtőre szokták használni, különösen bibliai értelemben. Azt gondolom mondanom sem kell, hogy miután valaki megnézi ezt a rövid összefoglalót, az egész film már kevés újdonsággal fog kecsegtetni, és van egy-két dolog a filmben, amit bár szerintem ki lehet számolni, és lehet előre látni, mégis meglepetésként érhet néhány embert, úgyhogy ha valakit érdekel. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! A filmben szerepel egy kifejezés, rengetegszer előfordul, ami Nirmata, teremtőt vagy alkotót jelent nepáli nyelven. Egy titokzatos, mesterséges intelligencia tervező. A robotok által imádott, szolgált istenség. Ő a tervezőjük, az alkotójuk és egyben egyfajta istenség is. Legalábbis a robotok számára. Már itt érdemes a bibliai történetre gondolni, ahogyan Isten megalkotja az embereket és az angyalokat, ugyanis ez is fontos lesz ebben a filmben. Megalkotja tehát ezeket a lényeket, és aztán a világot irányítja. Welcome to the future of robotics. Let them help you. Chores around the house, there isn't anything they can't do. Ez természetesen igen hasonló ahhoz, amit mi tapasztalunk a jelenünkben, és már itt az elején el akarom mondani, hogy én arra jöttem rá, hogy ezt mesterséges intelligencia írta ezt a történetet. Annyira abszurd és felkavaró az egész narratíva, vagy egy őrült írhatta ezt, vagy pedig egy mesterséges intelligencia, illetve az is lehet, hogy a kettő együtt. És én nem gondolom, hogy ez valamiféle földön túli dolog lenne feltételezni ezt. De ha valaki megnézi a filmet, rá fog jönni, hogy miért mondom ezt. The next marvelous advancement in robotics is artificial intelligence. By studying the human brain, we have given independent thought and life to robots. Tehát képesek voltunk olyan robotokat alkotni, amelyek önálló gondolkodásra és életre alkalmasak, és ezek együtt működnek az emberiséggel. One of us. Which one? One of us. Allowing them to join the American workforce, almost like real people, almost like real people, almost like real people. Now, a new technology is bridging the gap between humans and AI, making us closer than ever. By scanning your own facial features, we can give them to a fully robotic body, making them more human than human.
Ez a more human than human, ez a szárnyas fejvadásznak egy ismert szlogenje, ami azt jelenti, hogy emberibb az embernél, talán így lehetne lefordítani. One of us, one of us. Az ember be tudja szkennelni a saját arcát, és aztán le tudnak gyártani egy robotot, ami hasonlít hozzá, sőt, mint később kiderül, pénzkereseti lehetőség is, hogy az ember az arcát engedi, hogy szkenneljék és használják robotoknak, ezért van számos hasonló robot, illetve majdhogy nem csak ugyanolyan. Keeping the peace and with the new state-of-the-art defenses. És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami fenyeget minket is már a valóságban, ez pedig, hogy mennyire is engedjük, hogy a robotok átvegyék az ember helyét a társadalomban, vagy mi az, amit szeretnénk, milyen szerepet szánunk neki. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!